Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 5-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mi foglalkoztatja őt, mik a tervei. Itt van ez a nulla szám. Ezek gondolatok, ezek tervek, de ezt ő még nem akarja megvalósítani, mert minden olyan bizonytalan. Tegyem vagy ne tegyem. Egy lépést előre, kettőt hátra. De bízik a jövőben, erre utal ez a főpapnő, aki őrzi a sorsok könyvét. Itt lesz egy sorsdöntő fordulat, egy sors kapcsolat, ami itt meg van írva. De ez a kártya utal levelezésre is. Ő szerintem most nem fog írni, mert ő nem tudja, hogy mit tegyen. Viszont vannak elvárásai, és vár arra, hogy ti írjatok. Mit közöl veletek? Szerintem most semmit, mert itt ezen a kártyán a hetes szám az a hold energiájára utal. Neki megvannak az álmai, a vágyai, a reményei, de ő várakozik, vár arra, hogy ti jelentkezzetek nála. És akkor lesz egy ilyen kapcsolat. Itt ezen a kártyán van egy büszke királynő. Ez kell, hogy legyen a tartásotok. Várjatok, amíg ő jelentkezik. Ami látható itt a képen, hogy ti megjelentek az ő álmaiban. És a napi csokis kártya azt mutatja, emlékszel arra, ami volt a múltban, tehát itt jönnek az emlékek, és megvan ez a nosztalgia. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!